A Huszárgávárosi Könyvtárban várták az érdeklődőket május 15-én, ahol megtartotta Kutasd a Multa Című program sorozatának első előadását. A Magyar Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Nemzeti Levéltár közös programjának célja, hogy az érdeklődőkkel megismertessék a levéltárak működését, azok munkaterületeit, de segítsék őket a kutatásokban is. Most az első alkalommal magáról a levéltáról, annak működéséről és szervezeti struktúrájáról beszélünk, tehát ez egy kicsit szárazabb anyag lesz. Majd egy alkalmat a településtörténeti kutatásoknak, egy alkalmat pedig a családfakutatásnak szentelünk, de ez döntően nem, tehát olyan forrásokat mutattunk be, amelyek otthonról is online adatbázisból már elérhetőek. Az első előadáson a Magyar Országos Levéltár létrejötte, a Vármegyei Levéltárak története, valamint a Városi, Szak és Egyházi Levéltárak kerültek főszerepbe. Az érdeklődők ezúttal az itt folyó munkával, mint például az iratok átvételezésével, azok őrzésével, vagy akár digitalizálásával ismerkedhettek meg közelebbről. A program sorozat során aztán majd az online levéltári kutatás lépéseit is megismerhetik az érdeklődők, amik a családfakutatók, vagy a település településtörténeti kutatók munkáját is segíthetik. 1715-ös és 20-as első országos összeírásról, és ez a, ezt ajánlom egyébként otthonról megtekinteni, akár a családfakutatóknak, akár a településtörténeti kutatóknak, és érdemes számba venni, hogy azok a, a Vezeték nevű személyek még megvannak-e meg napjainkban a városokban vagy falvakban, akik akkor éppen ott éltek, tehát az, hogy gyakorlatilag mekkora a kontinuitás a régi időszak meg a mostani időszak népessége között. A Kutasda Múlta című programsorozat következő előadásainak időpontjai május 22- és 29-e napok, amikor ismét délután 4 órától tartják a foglalkozásokat a Huszárkál Városi Könyvtárban.